Na, fiúk, lányok! Még 10 percig hajlandó vagyok foglalkozni az Airball-lal, de egy perccel sem tovább, mert ettől a játéktól már a plafonon vagyok. Ideje visszaadni a kölcsönt. Csalok egy kicsit a drága kövekkel. Más se kell csinálni, csak ide-oda ingázok 2 terem között, és véletlenszerűen megjelennek itt-ott ezek a drága kövek. Hát mivel a pontokért nem kapni semmit, bekerülsz a pontszámlistára, így nincsen túl sok értelme, pocsékolod az idődet. Ezek leginkább zavaróak, ezek a drága kövek, mert néha nem tudok tőlük tovább menni. Nem akarja a rohadék labda felszedni. És hiába istenkedek itt neki, nem. Itt meg egy eléggé veszélyes helyzetet teremtett. Ha egy kicsit is elszámítom az ugrást, akkor hoppa halálos parkettába. Ott is. Ott az ezüstrúd. Nehogy azt higgyétek, hogy csak a zöld drága kővel esik ez meg. És nem tudok tőle tovább menni, csak ha átugrom. És most meg felveszi. Jó van, én már nem tudok kiigazodni ezen a játékon, komolyan. Miért ilyen haszontalanságok jutottak az eszükbe? Jó, kellenek a pontok is egy játékba, az nagyon jó. De nem jutott volna eszükbe esetleg ilyen kis védelmi pajzs, ami korlátozott időig megvéden a tüskéktől, vagy magasugró erő? A Jill of the Jungle-ben is volt ilyen. Vagy teszem azt jutalom élet? Ezek nem jutottak az eszükbe, én nem vagyok programozó, és nekem eszembe tudott jutni. A tárgy lerakással szintén gondok vannak, mert csak magad fölé tudod lerakni a tárgyat, ami nálad van. Nem elég, hogy csak egy valami lehet nálad, csak is magad fölé tudod. Úgyhogy az ilyen lehetetlen termeken tényleg lehetetlen átjutni, mert nem tudsz a tárgyakból, mondjuk azokból a mozgatható kockákból hidat építeni, vagy lépcsőt. Nem, dehogy is. Pedig az ilyen termekhez nem ártana. Melyik agyabeteg rakta oda le a pumpákat? Szerintem ezt repülés nélkül lehetetlen megoldani. De koncentráljunk ismét a feladatra, nézzük mi kell. Na, nézzük azt a bevásárló listát. Ezeket a tárgyakat kellene nekem összegyűjteni. És itt jön a fekete leves. Itt válik a játék végig csinálhatatlanná. Mert az, hogy lehetetlen termek vannak, az egy dolog. De hogy az irányítás is egy hordófos, az meg egy másik dolog. Egyszerűen annyira szabálytanul kacsázik a labda kockáról kockára, mezőről mezőre. Annyira sokat kell bündgyürkézni, igazgatni, olyan finoman szörmentén, vagy csak egy szarjáték, akkor olyan finoman szarmentén szabad csak lenyomni a gombot. Ha csak egy milliméterrel, egy pixellel is odébb vagy a kívánt helytől, akkor a játék azt mondja, hogy hoho, dögölj csak meg, belementél a csapdába, holott egyáltalán nem mentem bele. Jaj, már megint. Ott van a Buddha, nézzétek meg. Ott az egyik alkotó rész. Azt kéne nekem felszedni, de egyszer nem tudok közelebb menni, mert a játék kijelenti, mint most is, hogy hoho, beleestél a csapdába, dögölj el csak meg szépen. Most megpróbálom átugrással, hát ha így sikerül. De természetesen nem sikerül. És igen, ez a másik legnagyobb hiba. És ettől is válik végig csinálhatatlanná a játék. Nem kell ahhoz sok hiba, hogy tönkre tegyünk a játékot, elég 2. És teljesen nevetséges, mert az egész játéktér fel van osztva a mezőkre, nézzétek meg szépen. Miért nem lehet egyik mezőből simán átnavigálni a másikba? Úgy, mint egy bizonyos jó játékba, Star Clean Out. Ez a kis talajjármű tökéletesen átcsúszik négyzetből négyzetbe. Nem közöttük tötymörög. És ugyanúgy, mint az Airball, ez is fel van osztva négyzetekre. Feltételezem, hogy az Airballnál is működhetne ugyanez. Jaj, az úgy már nem poén, mert nem lehet ok nélkül megölni a játékost? Bocsánat! Én kérek elnézést. Nos, nem fogjátok elhinni, sikerült megszereznem a Buddhát. Mondjuk szerintem az a Buddha egy kövér ember, ez meg úgy néz ki, mint valami összement kis kínai. Úgy sikerült, hogy meghaltam, elvesztettem az összes életemet, és a keresztemre ugrottam rá. Így éltem túl. Tehát, hogyha fel akarod szedni a Buddhát, abszolút meg kell halnod. Ez már önmagában végig vihetetlenné teszi a játékot. És most nézzük, mi van, ha leszállítom a kívánt árut oda, ahová a varázskönyvet. Na ne öcsém. Na ott a Buddha, edd már meg.
Hát nem igaz, fogad már el! Hogy fordulnál fel! Áh! Jó, hát gondolom, biztos össze kell gyűjteni az összes többit, és akkor történik valami nagy mágikus reakció. Legalább legyen vége a játéknak. Induljunk el ismét a szokott kedvenc útvonalunkon. Itt a kőpicsák mellett. Ez igen! Finom falatok! De mitől villámlik a fejük? Úristen, ezek is biztos kipróbálták az érból. Hé! Kiment a világítás. Ez meg mi? Detlev, villanyt fel! Detlev, ne szórakozz! Tegyél vissza szépen mindent a helyére! Jól van, na! Folytassuk utunkat egy távolabbi kereszteződésnél, egy kincses kamrába. Kakoriku, kakoriku, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcát! És most megmutatom nektek a játék végét! A 105. próbálkozás után már sikerült emlékezetből elkerülnem a csapdákat, és eljutottam egy lehetetlen terembe. Itt akárhogy büngyürkéztem, akárhogy mesterkedtem, akárhogy forogtam, nem tudtam ezen átjutni. Nem tudok egyszerűen felugrani az oszlop tetejére, és ott mögötte se tudok elmenni, mert ott is azonnal meghalok. Tehát ez a játék vége. Egészen addig itt maradsz, amíg ki nem kapcsolod. Úgyhogy... Airball, köszönöm szépen, aki ezt a játékot kitalálta, lehúznám a WC-n. Ezt neked, Airball! Eljött az ideje az értékelésnek. Az Airball idegroncsot csinál az emberből. Ez a helyes kifejezés. Amit ez a játék művel, az felér egy kínzással. Ördög ilyen gonosz és szemétjáték. Nem is a tartalommal van itt a baj, mert az ilyen gyűjtögetős kalandjátékok általában jók szoktak lenni, hanem hogy nincs értelme vele játszani, mert nem lehet megcsinálni. Én 20 év számítógépes tapasztalattal a szünidőm egészének a feláldozásával próbáltam több százszor, több ezerszer, és nem lehet megcsinálni. Úgy programozták, hogy ne lehessen megcsinálni. A játék rendszeresen úgy tájol be téged, hogy te beleesél azokba a rohadék csapdákba. És ilyennek nem jutottak eszükbe, hogy mi lenne, hogyha felszednénk a hülye drágakövek helyett esetleg védelmi pajzsot, vagy nagy Isten lehessen repülni a labdával. Érdekes módon, ha 3 évet kotlottak fölötte, a Nintendo-s kollégáknak eszükbe jutott, hogy jé, hát egy levegővel töltött labda, az repülni is tudhatna éppen. Hogy a labda pattogásról, hogyha leesik magasról, arról már ne is beszéljünk. Mert attól, hogy 5 métert esik egy labda, nem lukkan ki. Nyugodtan kimondhatom, életem egyik legnagyobb csalódása volt ez a játék. Ennyi évet feláldoztam rá, hogy végigvigyem, és nem sikerült, mert úgy programozták. És mi az, hogy nincsen tesztelve? A legnagyobb arcátlanság egy olyan játékot kiadni, amit nem teszteltek le előzőleg, hogy egyáltalán végig lehetett csinálni. Ugyanezt eljátszotta a TNT csapat a Final Doom-nál, és már ott is utáltam ezt a dolgot. Amennyire pocsék a játékélmény, annyira pozitív a grafika. Ez az első játék nagy valószínűséggel, ami háromdimenziós térben játszódott. Jó tudni, hogy legalább egyetlen egy kolléga komolyan vette a feladatát. Nem úgy a hangnál meg a zenénél. A hangok azok úgy elmennek éppensége, hát közepesek. Viszont a zenés kolléga hiába van megemlítve a készítők listájánál a neve. Nem tudom mit csinált, hát zenét azt egy fikasznyit se. Úgyhogy ez közepes. Az irányítás meg hát láttátok. Annyira eszméletlenül sokat kell pöcörözni, hogy most oda beigazítani a kis labdát, és ha egy pixellel is el vagy tájolódva, akkor meghaltál. Kész. Hiába is pofázok itt a játékot, így sem meg úgy sem lehet végigvinni. Én nem tudom, hát Detlev arckifejezése remekül tükrözi, hogy mi a véleményem erről a játékról. Tse! Őszinte leszek hozzátok, s már sokat szóra, inkább dominózatok, vagy nem tudom, keresétek meg a barátnőtöket, és kufircoljatok egy jót. Értelmetlen ezzel játszani, mert nem lehet végigvinni, bármilyen fogadást állok. Soha senki nem fogja végigvinni ezt a játékot. Én csak ellenezni tudom. Ha szeretitek a régi játékokat, akkor se játszatok ezzel. Szar!